annyira ki vagy téve itt a veszélyeknek, hogy nem igaz. Tehát egy rossz mozdulat, van, mire rámész, és vége. Például ez mi? Szia Dorina! Biztosan te is számtalan közlekedési eszközt kipróbáltál már Budapesten, és van tipped, hogy melyikkel a legegyszerűbb eljutni az úti célodig. A mai videóban a Mastercarddal együttműködve 4 megoldást fogunk tesztelni ugyanazon az útvonalon, és szeretnénk megtalálni azt, amelyikkel a leggyorsabban lehet a fővárosban közlekedni. A feladatod az lesz, hogy tömegközlekedéssel miért nem kaptam a kocsit? Hogy elektromos rollerrel először térj be egy belvárosi cukrászdába, nagyon helyes. A kerékpároddal először térj be egy belvárosi cukrászdába, amit kinéztünk neked. Hogy autóval először térj be egy belvárosi cukrászdába, amit kinéztünk neked, és utána a szerinted stúdióba hozd el nekünk a kedvenc desszertet onnan. Szeg is lehet enni? Nagyon fire, jó, hogy jó, rendben van. Hát akkor menjünk. Jézusom! Aha! Szóval felszállok és mehetek? Azt jelenti, 15 perc alatt vagyunk ott. Vigyázz magadra, Dóri! Jó, 47-es, menjünk akkor. Hát ezen átférünk. Press, push, press, go. Na jó, hát hello! Aha! Jézusom! Aha. Annyira frusztráló ilyenkor piros lámpánál állni, amikor versenyhelyzet van, úristen! Forduljon meg, majd forduljon jobbra. Mondjuk mehettem volna a másik oldalon is, na mindegy. Ez volt közelebb, ez volt gyorsabb. 15,1 km, haver. Mit akarsz? Damn! Egyébként azért sem örülök, hogy én kaptam a BKV-t, mert nem vagyok egy nagy BKV-s arc. Inkább gyalog vagy autóval, de főleg gyalog. Ó, hát ez így nagyon baba. Ó, hát így... Ugye én, én autóval szoktam ugye közlekedni, ez azért így más. De most kell jegyet vennem. Nagyon fontos részvevője a mai utónak. Ja, oké. Na, ilyenkor van halálfélelme, mint az Asztóriánál. Sikerült! Uff! Amúgy én nyilván arra tippel, hogy az autó lesz a leglassabb, szóval főleg így dugóban. Nézd meg, nem tudnak az emberek amúgy közlekedni. Forduljon jobbra! Most tök érdekesen most már nálunk amúgy mindig dugó van. Közben azon agyaltam, hogy mi lesz az az én kedvenc sütim, én nem mehetek ilyet. 1800 kalória van, baby. Most ezen fog mutatni 13 percet, akarom mondani csak 6 percet, és utána pedig gyalog. Az jó amúgy, mert sétálni szeretek a legjobban. Fun fact, itt csináltattam az első tetkómat egy ilyen nagyon trashy tetkósnál. Hát amúgy valamikor szoktam BKV-zni. Most igazából a vírushelyzet miatt nem nagyon szeretek, vagy inkább mellőzöm, és most többször szoktam amúgy autózni. De vannak olyan helyek, ahol preferálom az autózást, például ha edzeni megyek, ott tudok ingyen parkolni, mert ugye az a leggyorsabb. Ja, ott lecsapom, és az már ott van a Dob utca. Ennyi, ezt fogom csinálni. Nem, nem, be van kötve a cipőfűzőtök. Ezért sokat számít, hogyha valaki kap egy autót, amiben beleülhet és gyakorolhat. Mert csomó mindenki megcsinálja jogsit, utána átül egy automatába, és utána már nem tud egy váltos autóval vezetni, ami szerintem ciki amúgy, mert hogy nyilván rutin, de hogy ez egy kicsit ciki. Jaj, de jó. Köszönöm. Ciki nagymama átengedett.
Na, jobbos, aztán balos. Aha. Ott a balos, és elvileg az már az. Amúgy nem lenne baj a tömegközlekedéssel, mert ugye európai szinten elég király, vagy elég gyakran járnak a járatok, meg elég jól ki van építve a hálózat, de ez az embermennyiség. Yes! Itt van! Amúgy nagyon figyelek arra, hogy meglegyen a 10 000 lépésem egy nap. Hú, megjöttünk! Sziasztok! Ah, itt van, jó. Megvagyunk. Kitűnő szüneteltettem. És akkor leszedem ezt is. Aj, lehet, hogy az utca végén is van, de nem kockáztatok, mert ez necces. Tehát itt végig parkoló, jól látom? Jó, megyünk tovább. Hello! Szerintem ők arra menjünk vissza. Viszont nem volt mindenmentes süti, úgyhogy a kedves táptagoknak vásároltam süti, mint akik itt rohannak utána. I get it. Hát itt aztán gyönyörű lesz. Ez beteg, srácok. Én soha többet nem akarok rollerezni, meg gondolom, a városba. Ez fun, meg minden, de annyira ki vagy téve itt a veszélyeknek, hogy nem igaz. Tehát egy rossz mozdulat, van mire rámész, és vége. Például ez mi? Málnás pisztáciás sajtortát szeretnék. Nem, elvitt erre. Na most sprint. Visszamegyünk az Asztóriára, és metrózunk. Amúgy ez kocsival iszonyat szívás lett volna mindenkinek ugyanire kell jönni. Hát itt leparkolni a kocsit, 7. kerületben. Ne. Jó, oké, én most így nagy magabiztosan elindultam, aztán rájöttem, hogy nem tudom, hogy jó fele megyünk-e. Ezért lehet, hogy le kéne állni, megnézni, hogy jó fele megyünk-e. Igazából amúgy probléma nélkül lelépnek eléd. Hát fél, most kicsit el vagyok veszve, mondom őszintén. Érted, nem vagyok. Megoldjuk. Az, hogy autóval tudom csak az utat, de meg lesz ez. Megyünk egy ilyet. Arra megyünk, amerre autóval tudom, fejből. Úristen! A süti! Ugrott a óriás! Ne! Én azt hittem, hogy pikpak odaérünk hozzátok, 10 perc alatt. Benne volt ez a kis cukrás sütike. Kis trükköcske, pont jöjjünk be ide, a belváros szívébe. Mekkora flash! De király! Never been here before! Ezek nem értik, hogy sietünk? Isten áldja meg őket! Komoly verseny vagyunk, és itt állunk 2 perccel. Lehet, hogy gyalog kellett volna kifutnom amúgy, hamarabb odérek a Deákra, mint a metró. Annyira utálom, amikor nem enged el egy kocsi, mert a biciklin én utána újra bele kell lendülni. De megértem, mindenkinek sietnie kell. Ők lehet éppen nem versenyeznek, de nekik is valahol menniük kell. Utána ideges vagyok, amikor beengedek valakit, és nem köszöni meg ezt. Ezen én is be. Ezen bestresszelem magamat. Azt írja nekem a Maps, hogy a Dunán fogunk leszállni a BKV-ról. Amúgy erre nagyon jól lehet haladni. Amúgy a város sincs tele. Tehát autóval is ez az idősáv valahogy most teljesen üres. Nem tudom, hogy van ez. Ilyenkor káosz szokott lenni amúgy. Most van egyébként 4:30. Teljesen lájtos a város valahogy. Akkor már csak pár ház.
Fordulj! Nem férünk be az 5 percbe. Hello! Sose tudom, melyik ajtó. Ez. Itt a jobbos. És melyik az? Ez az itt. We have arrived. Ez az. We have arrived, baby. Járott vagyunk. 200 méter múlva az úti cél a jobb oldalon lesz. Amúgy ezzel is elmegy idő, látod, hogy parkolót kell nézni. Mi az, hogy be kell fizetnünk? Sziasztok! Milyen volt a verseny? Izgalmas, nagyon izgalmas volt, még soha nem csináltam ilyet, de mivel a legkedvencebb tömegközlekedési eszközömet tudtam használni, ezért így nagyon jó érzés volt meg, teljesen motivált voltam. Amúgy gyorsabban ideértem, vagy ideértünk, mint gondoltam, de még ez lehet, hogy ennek köszönhető, hogy szerintem így mindenkit letoltam az útról. Mit gondolsz, szerinted mi az előnye és mi a hátránya a te eszközödnek? Az autónak az előnye nagyon kényelmes. Az előnye mindenféleképpen az, hogy kicsi, gyors, olyan helyeken is gyorsan lehet vele akár haladni, vagy egyáltalán lehet vele haladni, ahol mondjuk autóval nem nagyon lehetne, ugye én autóztam leginkább hasonlítani. Tudsz pakolni, nekem egy komplett gardrób van hátul bármilyen SOS helyzetre. A BKV előnye az, hogy teljesen kiszámítható, tehát hogyha ott azt írja, amivel tervezed az utat, hogy 30 perc, akkor az 30 perc. Az előnyök egyértelműen az, hogy az ember a friss levegőn van, jó lehet nem mindig annyira friss, de a levegőn van, sportol, és most ez valószínűleg be is bizonyosodott, hogy a egyik leggyorsabb közlekedési eszköz. Ami a hátránya, az bőven van, hogy nehéz vele parkolni, hogy minden dugóba beeszve, hát az, hogy környezet szempontból nyilván szennyezőbb, mint hogyha mondjuk egy BKV-t választanak, vagy például a biciklit, ugye az a legjobb. A BKV hátránya számomra egyértelműen a közössége, akik utaznak rajta, mert nem tudnak viselkedni az emberek, így mondjuk ezt kijelenthetjük 10/9 ember esetében. Hátránya az, hogy néha, hogyha meleg van az ember hajlamos, vagy akár ha hideg van, az ember hajlamos megizzadni kicsit, és az lehet, hogy nem a legjobb egy, mit tudom én, ha valaki egy randira megy éppen, akkor az általában nem annyira erőnyös. Meg is lehet fázni, hogyha hideg van, ha meg nagyon hideg van, akkor meg egyáltalán nem lehet használni. Tehát tulajdonképpen szerintem ezek a legnagyobb hátrányai. És mit gondolsz egyébként a budapesti közlekedésről? Mind változtatnál? Hát nagyon kaotikus az a probléma. Szerintem fő probléma az emberek fejében van sokszor a morálban. Tehát, hogy lenyomjuk a másikat, semmi veszük a másikat, most ezt leginkább itt a Lime-on érzékeltem. Tehát nagyon sokszor simán bejönnek elém probléma nélkül, pedig nekem van elsőbségem. Csak egy kis vacak roller, aztán nem igazán érdekli őket. Az a baj, szerintem érdemben okosat nem lehet mondani, ugyanis nyilván tehát van egy kapacitása a városnak, meg az utaknak, meg az úthálózatnak, és ez szerintem kimaxolta ez a város. Minden. De szerintem tök jó az, hogy ilyen mediterrán országokban hozzá vannak szoktatva ahhoz az emberek, mint például emlész Olaszországban, hogy ott mindenki robogózik. Több bicikli út, ami szerintem ez most már egy viszonylag pozitív irányba kezdett el indulni, de azért itt is van pár halálfélelmes helyzet, amikor tényleg most is pont egy troli és egy kocsi között voltam 5 centi préselődtem át, és így ilyenkor egy kicsit az ember előtt így átfut az élete. Azt látom, hogy rengeteg autós a motorosok ellen, vagy akár a biciklisek ellen dolgozik. És most nem feltétlenül azért, mert rossz indulatból, hanem azért, mert szerintem még nem vagyunk hozzászokva, és nehéz, meg nem úgy van infrastruktúrálva az egész város szerintem. Ha egy közlekedési eszközt kitilthatnál a belvárosból, melyik lenne az? A belvárosból? Az autó, és szerintem sokkal tisztább lenne a levegő. Ez amúgy most a vírus helyzet alatt nagyon jól bebizonyosodott. Benzines autók. Mármint, hogy belső égésű, robbanó, motoros autók. Akkor, hogyha így mondhatom. A turista buszok, amik most nincsenek, de az például szerintem elég sokat lassít. Szóval nagyon jó lenne, hogyha Budapesten főként biciklisek, gyalogosok, lájmosok és társai lennének, és nem lenne mindenhol elképesztően, hogy dugó és beragadás, és úgy egy élhetőbb város lenne szerintem. Köszönöm szépen, hogy részt vettem ebben a fantasztikus versenyben. Nagyon izgalmas volt.
Kövessetek a Szerintedet, az én csatornámat és az összes többi videóst, aki ebben részt vett. Sziasztok!